Nem áll ez az, amire gondolok. Észre már nem multiba készült. Lányom, megjött az Endre verses kötete. De tuti! Azt olvastátok már a verseit? Szerintem nagyon királya. Olvastam, kicsit nyálas, de ja, elmegy. A Lilium szörnyek csoport Barátság Ok című előadásával kezdődött a 20. színjátszó maraton, harmadik és egyben záró napja a Ciró Kabáb Színházban. A rendezvény során az elmúlt év legjobb kecskeméti diák és gyermekszínházi előadásait láthatta a közönség. Az 1999-2000-es tanévben rendezte meg a kecskeméti színjátszó műhely először a színjátszó maratont. Ez még édesanyám Orbán Edit volt a főszervezője akkoriban. Ma már átvettem én a szervezés nagy részét. És hát a célja ugye az volt, hogy abban a tanévben készült diákszínjátszós előadásokat még egyszer utoljára a nagy érdeműnek megmutassuk itt Kecskeméten, és beszámolhassunk arról, hogy a bemutatók során, a fesztiválozásaink során, az országjárásunk során milyen díjakkal gyarapodtunk. 20 évvel ezelőtt még csak kecskeméti csoportok szerepeltek a maratonon, aztán úgy alakult, hogy más városok keresték meg a rendezvényt. Ahogy telt múlt az idő, egyre szélesebb körben felfigyeltek magára a rendezvényre országosan is. Aztán először minket kerestek meg páran, hogy esetleg be tudnánk-e őket fogadni, mert ők nem tudnak játszani sajnos nagy színházban, profi körülmények között, és hát mi olyan szerencsések voltunk, hogy a kezdetekkor is már sikeresen a régi Kelemen László Kamara Színház épületébe be tudtuk vinni ezt a rendezvényt. Ugye az elmúlt évtizedben, meg már a Ciró Kabáb Színházban tartjuk ezt a fesztivált, úgymond, és hát nyilvánvalóan ez egy óriási dolog egy diáknak, hogy professzionális színházi körülmények között mutathatja meg magát. Kezdődik a játék! A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze van, te lehet szírja sebemnek gyönyörű kis tulipán. Idén is olyan produkciók kerültek a maratonra, amelyek az Országos Diákszínjátszó Fesztiválon és a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón is sikerrel szerepeltek. Összesen 13 előadást láthatott a Ciróka színpadán a közönség. Nagyon értékesnek tartom azt a munkát, amit Sárosi Gábor és Orbán Edit végez a diákszínjátszás területén, és amikor megismertem őket, már akkor elhatároztam, hogy én szeretném ezt a munkát amennyire csak lehet támogatni. Egyrészt azért, mert látom, hogy két olyan emberről van szó, aki minden idejét és energiáját a fiatalok fejlődésére és örömére áldozza fel. Másrészt pedig azért, mert mivel ugye mi is színházi emberek vagyunk, fontosnak tartom, hogy ezek a fiatalok amennyire csak lehet színházi körülmények között dolgozzanak. Bár nehéz összeegyeztetni a diákszínjátszók munkáját a Ciróka mindennapjaival, mégis minden évben helyet és időt szorítanak a fiataloknak a színpadon. Kiszei Ágnes, a Báb Színház igazgatója azt is elárulta, hogyan idézték elő a színjátszók a Lazarcú Maszkák csoport születését. A maszkák megszületése előtt figyelemmel kísértem Gábor és édesanyja munkáját. Ezért így nagyon-nagyon vágytam arra, hogy valahogy megszerezzem őket, vagy legalább az egyiküket a Ciró Kabáb Színház számára. És mivel abban az időben többünknek is általános iskolás gyereke volt, ezért azt mondtuk, hogy mivel mi színház vagyunk, akkor viszont mi pedig csinálunk egy diákszínjátszó kört felső tagozatos gyerekek számára. A színjátszás iránti lelkesedés miatt ráadásul már két csoportot is indít a Ciróka. A kecskeméti színjátszó műhely köreibe azonban nem csak színészi pályára vágyók járnak. A csoportok mindegyike jó alapot ad az élethez, közösséget épít, hiszen a fiatalok együtt töltik szinte minden szabad idejüket. Majdnem minden évben legalább egy-két kecskeméti bekerül a két színművészeti egyetem egyikére, ami egy óriási dolog, hiszen ugye évente 18-20 ember kerül be, 600-800 ember közül, és amikor minden évben tudunk így produkálni, és azok a szakemberek is azt mondják, hogy Kecskemétről értékes emberek érkeznek a szakmába, akkor ez nekünk nagy büszkeség.
A maratonon szereplők közül többen épp most felvételiznek a színművészetire, sőt, már tovább is jutottak az első fordulón. Így aztán bízhatunk abban, hogy a diákszínjátszás csúcsa után újabb magaslatok várnak rájuk. A színjátszó műhely következő álma pedig akkor válna valóra, ha a diákoknak lenne egy önálló helyük, ahol megalkothatnák saját színházukat.